Sziasztok, üdvözlök minden mindenkit. A Rákospalota kertvárosnál egy kisebb megállóhely, viszont a peront azt felújították ki az elmúlt években, és ez a legújabb fejlesztés, hogy kapott egy digitális kijelzőt, meg egy kamerát. Úgyhogy remélhetőleg a felújítás utatán legalább még egy-két évig így marad. És készült egy ilyen esőbeálló is, ráadásul fedett, úgyhogy ez mindenképpen fejlesztés. Hát ilyen apróság, de ez még valószínűleg az előszele a 71-es komplett felújításának, ami hát olyan tervben van, meg a tervek is elkészültek rá, én úgy tudom, de hogy mikor lesz konkrét kivitelezés, azt még senki nem tudja, mert a 142-es van napi renden mindig, és valószínűleg, hogyha a 142-esben már elkezdődött, vagy legalábbis folyik, majd akkor ugranak neki a 71-esnek is. Ugye itt részben kétvágányosításról van szó, itt például nem biztos, hogy mindenhol meg lehetne oldani a kétvágányosítást, mert itt speciál lenne neki hely, de nem biztos, hogy máshol is. De szakaszos kétvágányú rész viszont kell, hogyha menetrendet bővíteni akarják. Szóval ez csak egy ilyen kis röpke kultablog volt, éppen errefele bicikliztem, mert itt volt dolgom, egyébként ugye csak azért jöttem el, mert útba esett ez a megállóhely, és akkor mondom, miért ne nézzük meg. Ugye a múlt héten volt itt a Samus különvonat, és akkor láttam, hogy hoppá, hát itt már van egy digitális kijelző, akkor érdemes lenne megnézni. De hát, hogyha mennem is kell lassan tovább, vagy a káposztás megy, erre megyek. Na és úgyhogy Rákospalota Újpestig jöttem el vonattal, aztán onnan meg már ugye nem váltam meg a 71-eset, bármire ide jöttem, pont jött egy fölött, úgyhogy azt felvettem nektek. Na úgyhogy menjünk szépen tovább, sziasztok! És akkor ezt nézzétek, akkor ezt még csak felveszem nektek, ha már itt jártam, hogy az egykori Rákospalota iparvágány kiágazás. Az ilyen megállótól kicsit arrébb volt itt egy régen egy váltókezelőrhely. Hát épület meg van, csak be van falazva. És innen különböző iparvágányok ágaztak ki, és ebből az egyiket úgy tudom még használják, ez a valami óskavas telepre vezetve, de itt volt a Medimpexnek is iparvágány, meg még több más itt lévő üzemnek. Hát ameddig lehet, elmegyek itt még mellette, aztán majd ha lesz még valami érdekesség, akkor azt megmutatom nektek. Szétek. És akkor az egyik iparvágány itt ágazik el. Egyébként úgy tudom, hogy ami még használatban van. A többi az már látszólag begazdasodott, de ameddig lehet, elmegyek mellette. És akkor itt van a egyik iparvágánynak a vége, nagyjából. Itt még átmegy ezen az átjárón, és ott ketté ágazik, és ott egy kapuban végződik. Hát darabig még elmegyek, de nem érdemes a kapun túl már menni, mert ott már úgy családok semmit. Na akkor most nem jön autó, gyorsan átoljuk. Biciklit is. Jó, itt vagyunk. És hát ott a vége. És úgy tudom, hogy ez volt az a vágány, amit még utoljára használtak, talán még most is használják. A többit azt már nem. Szerintem. Néhány betonai maradvány. Már valószínűleg itt iparvágány nem volt, hanem ezt ilyen út alapnak használhatták szerintem. Ott a vasúti átjárókezet az már többi iparvágány és a 71-es vonalnak annak az átjáróját jelzi. De hát megyünk tovább, megnézzük, ami van még arra. Nézzétek, itt van a 71-es, és itt az iparvágány. Itt már megint csak egy megy tovább. És hát itt sinkoronán, de nem tudom megmondani. Legalábbis teljesen biztonsággal, mikor használták utoljára. Ugye ott látszik egy olyan, amit ugye minden nap használnak, hogy milyen fényes. De amit bár évek óta nem használtak, az nem így néz ki, azon több adosta. Hát most ameddig lehet, még elmegyek, aztán Hát ameddig lehetséges itt mellette. Nyilván most biciklivel vagyok, tehát nem gyalog. Úgyhogy ameddig ez a kis ösvény megvan, addig megpróbálok tovább menni, de utána vissza kell fordulni. Hát, és akkor nézzétek, eddig lehetett elmenni, az ott már a földkúp. Ezeket a vágányokat se sűrűn használják. Hát akkor ez ennyi lett volna, ez egy kis rögtönzött kis spontán vonalbejárás, hát ez most nem annyira összeszedett, meg nem annyira felkészült, mint ahogy általában lenni szokott, mert tényleg ez a most így hirtelen kint a helyszínen találtam ki, hogy akkor akár ezt is bejárhatnánk.
úgyhogy nem is ide készültem, igazából ahová megyek, onnan meg már valószínűleg így is el fogok késni, mert ha már itt vagyok, akkor még egy dolgot meg fogok itt nézni, amire pontosan nem tudom, hogy hol van. Csak úgy kb. Sejtem. De egyébként az a sodompó lesz, amiről már Rikárd is csinált videót meg Bence is, az a teszt, hajtómű tesztelős. Itt van valahol a közelben, úgyhogy ha már idáig kijöttem, akkor megnézem azt is. Mert ez egy ilyen spontán vonalbejárás, ahol se a történetéről nem készültem föl így előzetesen, se azt nem tudom, hogy mikor használták utoljára. Hát ez most csak ennyi lett. Köszönjük, hogy ezt is megnéztétek. Sziasztok!